Az Urkut ellen elveszített rangadó után a mezőny 10. helyén álló Ugod otthonában folytatta a pontvadászatot a Peruc FC. Martó Miklós csapata egy fél idő után már 2 góllal vezetett, a második játék részben azonban kis hiány kiengedték a kezükből a 3 pontot. Győzelmével továbbra is 3. helyen áll a csapat, hétvégén pedig Várpalota érkezik. Kiváló futballidőben köszöntötte a közel 500 fős nézőközönséget a hazai, illetve vendégcsapat. Nagy lendülettel kezdte a szomszédvári rangadót a Peruc FC, melynek köszönhetően már a 7. percben megszerezte a vezetést. Iványi felívelésénél a hazaiak védője nem tudott felszabadítani, így Mészáros el tudta tolni a labdát Samu Dávid mellett, és a léc alá lőtt. Ez volt a középpályás 5. gólja a bajnokságban. A folytatásban is a vendégek domináltak, előbb Iványi tévesztett célt, majd Németh Máté nagy bedobása után Vence csúsztatta meg a labdát, aki a hosszú érkező Györkös visszatett labdáját bolinthatta rá, a védők azonban tisztázni tudtak. 20 perc elteltével a hazai kapu előtt is adódott lehetőség. Egy bedobás után a 16-os csücskéről Budavári tűzte kapura a labdát, mely felpattant Simon előtt, az érkező Móroc elől Bolla az utolsó pillanatban rúgta ki a labdát. 2 perccel később megduplázta előnyét a pápa, Németh újabb nagy bedobása átkerült a baloldalra, ahonnan Györkös centerezett, az előre húzódó Kovácsnak pedig közelről nem volt nehéz dolga. A pápai bek a sümeg után tehát az Ugodnak is betalált. A 35. percben Simon kidobása után Bolla labdáját Vencel pörgette Györkös elé, aki csak keveset tévedett, a bal kapufát találta el. A kipattanott Mészáros előbb lábbal, majd kézzel sem tudta a kapuba segíteni, utóbbiért lovasi játékvezető sárga lapot adott a gólszerzőnek. A második félidőt a hazaiak kezdték jobban, hiszen az 55. percben szépítettek, Westergom felívelését Kunszabó kanalazta vissza, a legmagasabbra pedig Egyed Ákos ugrott, aki a hálóba segítette a labdát. A gól után visszajött a meccsbe az Ugod, Egyed és Moroc próbálkozása sem járt messze az egyenlítéstől, ám az erőléti különbséget kihasználva a hajrá a Perucé volt. Az Urkut elleni meccshez hasonlóan Nagy Péter ezúttal is nagyon közel állt a gólhoz, a télen érkezett támadó Györkös szöglete után közvetlen közelről belsőzött fölé. A meccs a 80. percben Vencel bombagóljával dőlt el. Ez volt a támadó 29. találata a bajnokságban. A Peruc FC továbbra is a 3. helyen áll a bajnokságban, április 23-án szombaton 18 órai kezdéssel pedig a Várpalotát fogadja. Én úgy gondolom, hogy az első fél évben ezt a meccset már le lehetett volna rendezni, mert ott volt nekünk legalább 3-4 olyan szituáció, ami gólvonalról rúgtak ki, meg fejelgettek ki. Ha egy kicsit jobban koncentrálunk, akkor az első fél évben eldöntjük ezt a mérkőzést, és akkor nem kellett volna itt a második fél évben ennyi időt várni, hogy az Oli berúgja a 3. gólt, és eldöjjön a mérkőzés. Találták azt a gólt ott a második fél idő elején, és utána ők teljesen belelkesedtek, meg elvesztettük a fonalat. Csak kapkodtunk, nem tudtuk játszani azt a játékot, amit elterveztünk, sőt egyáltalán nem is valósítottunk meg abból semmit a második fél időben. Megmondom őszintén, a második fél időben azt kértem tőlük, hogy játszanak, próbáljuk visszalépkedni. Az Oli hozza ki a belső védőt középről, és oda próbáljunk mélységről beindulni. Hát ezt nem valósítottuk meg, mert nem passzolgattuk fel a labdákat, nem csináltuk meg azokat a mozgásokat, amit kellett volna. De ez már nem az első eset sajnos, és erről el kell beszélgetni a játékosokkal. Jól láttam, hogy most a taktika kicsikét változott a kezdésnél, tehát nem 4 védővel kezdtél? Igen, 3 védős játékot játszottunk. Én úgy gondolom, az első félben tökéletesen működött ez addig, amíg be nem kaptuk azt a gólt, azt a buta gólt. És utána úgy láttam, hogy egy kicsit meg kell erősíteni a csapat védekezését, mert ott megzavarodtunk. És szerintem ott utána már egy kicsit stabilizálhattunk is. A két szélén ott úgy éreztem, hogy elfogytunk védekezésbe, és ott mögén tudtak menni, de hát nem volt szélső védőm, aki tudott becseréljék, de hát megoldottuk, az a lény. Ugye az elmúlt héten az Urkut ellen ugye vereséget szenvedtetek, fontos volt gondolom, hogy önbizalom szempontjából ma nyerjetek. Azért is nagyon fontos volt ez a mérkőzés, meg az Ugodot, ez mindig presztízs meccs lesz szerintem, ha a megyében lesz, vagy egy kicsit, ha ők is feljebb jönnek, vagy ha mi feljebb tudunk menni, de ha itt még találkozunk, ez mindig presztízs meccs. Ugye itt nagyon sok pápai játékos játszik, aki a pápai utánpótlásból került ide ki, és ilyenkor mindig meg akarják mutatni, hogy ők odavalók, vagy odavalók lettek volna, amit meg is értek. És lehet, hogy akkor volt is igazuk. Jövő héten mi a mérkőzés vár rátok? Ez megint nehéz mérkőzés vár ránk, a Várpalota jön, egy masszív csapat ő is.
jó játékosokkal rendelkeznek a megyében, úgyhogy az is nehéz mérkőzés lesz, mint minden mérkőzés nehéz, főleg ha nehézé tesszük. Az NB1-Bécs kosárlabda bajnokság rájátszásának második körében a keleti csoport 10. helyén záró Kecskemétet fogadta a Concordia Motax KC legénysége. Mindkét csapat győzelemmel hangolt a bajnokira, így kiélezett küzdelemre lehetett számítani. Az előzetes elvárások be is igazolódtak, hiszen egészen az utolsó játék részig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Végül Keresztes vezérletével a hazaiak örülhettek a lefújást követően. Izgalmas mérkőzést játszott péntek este a városi sportcsarnokban a PKC, mely a Kecskemét elleni sikerrel szerette volna 4-re növelni győzelmi szériáját. Ezt megelőzően Egerben magabiztos pápai siker született, és a Kecskemét ellen is jól kezdtek a fiúk, 10 perc játék után 4 ponttal vezettek. A második negyed 3 Jakab triplával indult, így pillanatok alatt fordított a Kecskemét. Ráadásul a negyed derekán Vukolics súlyosnak tűnő válsérülést szenvedett, így rá nem számíthatott Vajda mester. 41-41-es félidő után a harmadik negyedben sem vitték dűlőre a dolgot a játékosok. A döntés a záró felvonásra maradt, melyen hamar eldöntötte a meccset a PKC. Németh és Kutasi hármasa után a végül 30 pontig jutó Keresztes zsákolásával 8-ra nőtt a különbség. A mindent eldöntő negyedet 19-7-re, a meccset pedig 83-70-re nyerte a pápa. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy sikerült ezt a győzelmi szériát tovább növelnünk, és főleg azt, hogy hazai pályán. Bár azért hozzátartozik a meccs kronológiájához, miatt még egy kicsit a szakmai részebe belemennénk, hogy Rados nagyon súlyos sérülést szenvedett. A 6. súlyos sérülésünk az elmúlt 7 hónapban, amiből 4 műtéttel is végződött. Úgyhogy erre szokták mondani, hogy még az ág is húzza az ember, de lassan ez már nem ág lesz, hanem egy tölgyfa. Eszméletlen. Nem is tapasztaltam ilyet a pályafutásom során, hogy egy csapatot ilyen mértékű sérülés hullám sújtsa. Valahogyan túl kell élnünk. És nagyon örülök, hogy egy olyan mérkőzésen sikerült végül. Igazán küzdelmes, brusztolós meccs volt, tehát a kosárlabdának nem a szép oldalát mutatta ez a mai mérkőzés, de nagyon örülök annak, hogy győzelmet arattunk, és nagyon sajnálom azt már, hogy Fejes Annyi bácsi nem lehet itt, aki több évtizeden keresztül törzsszurkolónk volt, és szinte majdnem minden kosárlabda mérkőzésen itt volt. Sajnos sorban távoznak már el közülünk azok, akik példaképek voltak mind szurkolásban, mind támogatásban az elmúlt évtizedekben. Úgyhogy én neki is ajánlanám ezt a győzelmet, illetve szeretném megköszönni a szurkolóknak is, hiszen ma is támogattak minket, ez nagyon sokat számított. Mint ahogyan lehetett látni, ugye többször kerültünk hullámvölgybe, és egy kicsit szakmailag nézzük most a dolgokat, akkor valahogy azt lehet mondani, hogy kicsit visszaköszöntek azok a dolgok, amik a győzelmi sorozat előtt voltak a játékunkban. Szerencsére ezek rövid ideig tartó, 1-2 perces rövid zárlatok voltak. Ugye, ha nézzük, az első fél időben volt, hogy elmentünk 8 ponttal, utána elment 8 ponttal az ellenfél, aztán visszajöttünk Egára, aztán 4 pont, az fél idő megint döntetlen. Tehát ezeket inkább mentálisan kellett túlszárnyalni, és végre az pozitívum volt, hogy egy olyan csapat, amely beállt ellenünk zónázni, azt sikerült kijátszanunk, fegyelmezetten sikerült kidobnunk, és végül én úgy gondolom, hogy a negyedik negyedben ez volt a kulcsa a magabiztos győzelmünknek, hogy pontosan, precízen le tudtuk játszani a mérkőzést, és tényleg a helyzeteket vállaltuk el, és ment a labda. És végre a kinti dobások nagy százalékban is a gyűrűben landoltak. Igen, ez nagyon fontos, erre összpontosítunk is a zóna elleni gyakorlásba, hogy ne csak a mélységi mozgásokból próbáljunk meg kosarat elérni, hanem igenis a zónát szét kell tudni dobni. Vannak olyan játékosaink, akik erre képesek, ha nem mindenki, akkor csak néhány, meg kell találnunk azt a megfelelő ötöst, aki az adott játékszituációban jól tud szerepelni. Én úgy gondolom, hogy ez a mai napon sikerült, de még egyszer mondom, hogy center nélkül nagyon-nagyon nehéz játszani ezt a játékot, és hihetetlen nehéz feladatok fognak még ránk várni, mint ahogyan a meccs döntő részében is egy igazi klasszikus centerre játszottuk a meccset. Hogyan tovább? Itt jönnek sorra a kiki mérkőzések, ugye mondtam, hogy minden egyes mérkőzés itt az alsóházban egy döntővel ér fel nekünk, hiszen a 8 mérkőzésből 6-ot kell megnyernünk,
ebből most eddig sikerült kettőt behúzni, úgyhogy még sok mérkőzés van előttünk. A következő forduló idegenben lesz a Budafok otthonában, Budapesten, régi ismerős csapat, nagyon sokat játszottunk már ott is, ők is itt, sőt, még annak idején az NB2-es döntőbe is összekerültünk, úgyhogy mindenféleképpen mindent megteszünk annak érdekében, hogy Budapesten is tudjunk nyerni, ugye egy kicsit plusz faktor, azért minden vidéki csapatnak Pesten nyerni, de én nagyon-nagyon remélem, hogy egy összeszedett higgadt kosárlabdát tudunk elővenni, és azzal pedig meg lehet az újabb Eger utáni idegenbeli bravúros győzelem is. Minden évben a Bakony Judo Klub egyik legfontosabb hazai eseménye a Bakony Kupa. A sportcsarnokban idén már negyedik alkalommal rendezték meg a mostanra országossá bővült bajnokságot, melyen közel 200-an léptek tatamira. Hat korcsoportban 4 szőnyegen zajlottak a mérkőzések, a 20 főt felvonultató házigazda klub 11 aranyéremmel gazdagodott. Annak ellenére, hogy a 10 éven aluliaknak a törvényi szabályozás miatt nem rendeztek versenyt, szépen megtelt a sportcsarnok küzdőterén felállított 4 tatami. A 168 indulót és kísérőiket elsőként Pillér Gábor alelnök köszöntötte. A megnyitón Unger Tamás alpolgármester úgy fogalmazott, a városban nagy elismertsége van a küzdősportnak. Nagyon sok egyesület több éve, évtizede foglalkozik már azzal, hogy a egészen kicsiktől felnőtt korig utánpótlással, versenyekkel segítse ennek a sportnak a fejlődését. És hát város nagyon sok olyan eredménnyel büszkélkedhet az egyesületeken keresztül, meg országos és nemzetközi eredményeket is jelentenek. Én összeszámoltam, mielőtt idejöttem, a város emiatt is, és talán amiatt is, hogy a sport az nem is csak a fizikai értelemben segíti ezeket a gyermekeket, felnőtteket, hanem egy olyan, talán mondhatjuk, pedagógiai tartalma is van, ami nagyon szimpatikus. A küzdősportok általában is azt gondolom, hogy talán nem haragszanak meg az egyéb küzdősport képviselői, a judó meg kimondottan olyan tartásra, olyan kitartásra, toleranciára, elfogadásra neveli a résztvevőket, amelyek azt gondolom, hogy később felnőtt korban is nagyon fontos szerepet játszhatnak, és ha kicsit tovább megyek, talán nem tűnik demagógiának, azt mondom, társadalmi szempontból, a beilleszkedés szempontjából is nagyon fontosak. Ezért is támogatja az önkormányzat azt az 5 egyesületet, akik újra és újra ilyen kérelemmel fordulnak hozzá, és összeszámolva összesen mintegy 323 tagjuknak teszi lehetővé segítségével azt, hogy sportolhassanak és versenyezhessenek. Az, hogy a küzdősport és a judó pápán az elmúlt években milyen fejlődésen mehetett keresztül, azt gondolom, nagyon sok médiában, nagyon sok helyen elhangzott már. Talán a legfontosabb mérföldkő a pápai küzdősport centrumnak az átadása volt, amelyet egyébként ugyancsak önkormányzati kezdeményezésre alakítottunk ki közösen a klubbal, egyesülettel, egyesületekkel. Talán fontos azt még megemlíteni, hogy rá pár hónapra, hogy ez a centrum átadása került, a Klébesz Bank intézmény fenntartó központon keresztül elindult egy olyan iskolai program is, ami lehetővé teszi a klubok számára, hogy az iskolákon keresztül toborozzanak fiatalokat, és megmutassák együttműködésben a klikkel, hogy milyen előnyei, milyen szépségei vannak ennek a sportnak, és talán azt gondolom, hogy az együttműködés hosszabb távon is meg tud maradni. A mai nap egy verseny, elsősorban egy verseny. Versenyekről azt szokták mondani, hogy két dologra mindenképpen jó egy verseny. Arra, hogy felmérjük a mostani helyzetünket, és meghatározzuk erre a helyzetre alapulva a fejlődés irányunkat. Kívánom mindenkinek azt, hogy a mai nap folyamán a versenyeken tisztességes, fair ellenfelekkel, jószívű, korrekt bírókkal, pontozókkal jussanak el arra a szintre, hogy megértsék, hogy meddig jutottak,
milyen szinten vannak most, és mi az az irány, amit utána fejlődésükben követniük kell. Mindenkinek tisztességes, korrekt versenyzést kívánok, nagyon sok sikert! Mezei Csaba és Mezei Lajos káta bemutatója után megkezdődött a bemelegítés. Összesen 168-an adták le nevezésüket. Pillér Gábor alelnök szerint a megméretetési lehetőség mellett arra is tökéletes alkalom a Bakony Kupa, hogy a Bakony Judo Klub és a város jó hír nevét elvigye szerte az országban. 3 évvel ezelőtt ugye hagyományteremtő szándékkal próbáltunk egy olyan színvonalas versenyt rendezni a városban, ami kellőképpen reprezentálja a pápai judó helyét, szerepét, én azt gondolom a mai magyar judó társadalomban, illetve a régiós judó klubok között. Úgyhogy hál' Isten, az a hagyomány sikeresen megvalósult, évről évre most már meg tudjuk rendezni, hogy ebben nekünk nagyon nagy segítséget nyújt az önkormányzat, tehát biztosítja a sportcsarnokot, mint intézményt, hogy ebben tudjuk megrendezni ezt a rendezvényt. Ez én azt hiszem, hogy az infrastruktúrás oldalról mindenféleképpen egy olyan keretet ad magának ennek a versenynek, ami egy régiós versenyhez képest lényegesen magasabb színvonalat eredményez. Én azt hiszem, hogy ez egy fontos momentum, talán ezért is népszerű ez a verseny többek között, hiszen egyéb más technikai feltételrendszerekben is, tehát a számítógépes eredménykijelzéstől, a bíróktól, elkezdve a környezettel, a rendezés egyéb más aprólékos kellékei figyelembe is. Én azt gondolom, hogy egy komoly országos színvonalú verseny képvisel mindenféleképpen az a Bakony Kupa. Hát ebben az évben egy kicsit rendhagyó. Ennek az oka az, hogy gyakorlatilag ugye 2 évvel ezelőtt volt egy sajnálatos esemény, amikor egy ketrecharc versenyen fiatal emberek küzdöttek egymással, és nyilván ez elég nagy publicitást kapott a médiában, és ennek eredményeként, hogy a jelenlegi kormányzat javaslatára az országgyűlés, hogy a sporttörvényt olyan értelemben változtatta meg, hogy a küzdő sportokban 10 éves kor alatt nem lehet versenyt rendezni. Én azt hiszem, ez egy érdekes helyzet. Sokféle szempontból, nyilván ezen lehetne polemizálni, lehet elméleteket gyártani, hogy miért jó, miért nem jó. Én azt gondolom, hogy ez a szabály, akkor mi jogkövető polgárokként, az egyesületi vezetők úgy döntöttünk, hogy akkor ezt betartjuk teljesen természetes, így hogy 10 év alatti versenyző jelen pillanatban most nem fog indulni ezen a versenyen. Ez egy kicsit megmutatkozunk az indulók számába. Aggódtunk, hogy lehet, hogy kevesen leszünk, azért elmondhatom hál' Isten, hogy így is 144 külsős egyesületből nevező versenyzőnk van a mai napon. Ugye 20 van a saját egyesületünktől, 20 versenyző indul ezen a versenyen, illetve 4 a Dózsa Judo Klubtól, tehát ő is pápai egyesület ilyetén értelemben. Úgyhogy 168 fő indulóval rendezünk meg ezt a mai versenyt. Ez egy nagyon komoly szám, egy országos bajnokságon nem biztos, hogy mennyi induló. Hát én azt gondolom, hogy ez jól tűzködözi azt, hogy ennek a versenynek hol a helye, hol a szerepe a régiós judós társadalomban. Ígéretet kaptunk Veresegyházról, Kiskun Félegyházáról, hogy jönnek, sajnálatos módon nem értek ide, nyilván itt azért nagy fizikális távolság, amit nehéz áthidalni. Én azt gondolom, de nyilván népszerű a verseny, ismert a verseny, jó hangulatú verseny, tehát szerintem ez egy nagyon jó irány. Nemrég kezdődött a verseny, kicsit beszéljünk a pápaiakról is. Az ő felkészülésük hogy sikerült, milyen szereplést remélsz tőlük ma? Hát én azt gondolom, hogy a haladó csoportból indulnak alapvetően most a gyerekek, tehát hogy ott a Végőzsi barátom, Balikó András, Kovács Gábor, Dékány Attila, Tóth Norbi, azok, akik ezeket a felkészítő edzéseket végrehajtják. Ezeket a gyerekeket ugye trenírozzák, hogy így fogalmazok ezekre a versenyekre, illetve a felnőtt csoportban is hasonló korosztályú gyerek ugye indulni fog, illetve a felnőttek közül nyilván indul a földharc versenyre, mert ugye a mai verseny lesz egy felnőtt földharc verseny, és ez egy nyílt verseny. Én azt gondolom, hogy felkészültek a fiataljaink. Tehát az eddig eredmények is azt tükrözték, hogy országos bajnokságokon, régiós rangsorversenyeken nagyon jó eredményeket érnek el, én bízom abban, hogy itt is. Persze, ugye a küzdősportnak az a szépsége, hogy az egyik verseny jó szerepeltem, lehet, hogy a másik versenyen jön egy olyan ember, aki megmutatja, hogy mégsem vagyok annyira jó, de ez is én azt hiszem, hogy a gyerekeknek a személyiség fejlődését szolgálja, tehát mindenféleképpen pozitív életérzéssel fog elmenni ebből a teremből, és az a fontos. Tehát mi ezt a versenyt azért rendezzük elsősorban, hogy a gyerekeknek legyen egy pozitív életélményük, egy pozitív életérzésük, versenyeztek egy jót, ha vesztettek, abból tanuljanak, ha nyertek, annak meg örüljenek. Úgyhogy én remélem, hogy jól fognak szerepelni a versenyzőink. Biztos vagyok benne kis túlzásra, hogy szerintem jól fognak szerepelni. A verseny gondolom arra is jó, hogy a Bakony Judo Klub hírét, illetve Pápaváros hírnevét az egész országban elvigye. Hát az elsőleges szempont többek között az, és nyilván van egy, ugye, ilyetén értem van egy jó értelembe vett megállapodás az önkormányzatos közöttünk, hogy tehát azzal, hogy ők biztosították számunkra a küzdősportcentrumot, mint intézményt, nyilván mi is belső készítésből fogunk a kötelezettségnek érezzük magunk tekintetében, hogy a város hírnevét vigyük mindenfel az országba, a világba, és hát nyilván ugye két komoly versenyt rendezünk
ebben az intézményben éves szinten. Az egyik ez a Bakonykupa, tehát én azt gondolom, hogy látjátok ti is, hogy hányan vannak, látjátok, hogy nagyon sokan vannak. Örömmel mondhatom azt, hogy mi meg tudjuk tölteni a sportcsarnokot, tehát ez egy fontos momentum. Ez magáért beszél, tehát a sportág vonatkozásában és a szervezés vonatkozásában is azt gondolom. Illetve a másik a kataversenyünk, ugye nyilván az egy szűkebb válfaja, hogy így fogalmazok a dzsúró versenyzésnek, de én azt hiszem, az pedig nemzetközi szinten ért el már olyan publicitást, hogy ugye Olaszországból, Horvátországból, Ausztriából, nagyon sok erről jönnek hozzánk. Nekünk ez a legfontosabb. Tehát mi minden verseny szervezésénél, ha van rá bórunk lehetőségünk, és van együttműködési készség a városi üzemeltetésű vállalkozásokkal, például a Várkertfürdő, vagy egyéb más jellegű intézmény tekintetében, akkor mindig kérünk szóróanyagot, megpróbáljuk népszerűsíteni a várost, megpróbáljuk népszerűsíteni nyilván magát a klubot is, illetve az alapítványt. Most nyilván beszéltünk itt klubról, alapítványról, Judo Team Pápa, tehát mi egy szervezet vagyunk, egy csapat, az, hogy most ki milyen színekben versenyzik, melyik egyesületnek vagy alapítvány színében, ennek semmi jelentősége nincs ilyen értelemben. Tehát az a legfontosabb, hogy pápai dzsúdósok vagyunk, és ezt a pápai dzsúdót, ezt minél több helyen megismerjék, és minél több helyen meghajtsák a fejüket a pápai dzsúdó színvonal előtt. Illetve a város tekintetében pedig az, hogyha elmegyünk valahova, vagy ha hozzánk jönnek, akkor megismerjék a városnak azon nevezetességét, amit érdemes megnézni, hiszen ez egy szép város, itt azért lehet menni a Várkertfürdőbe, a kastélyba, tehát itt el lehet tölteni egy-két napot úgy, hogy talál az ember magának látványosságot. Na most, hogyha ezt mi elmondjuk, akkor remélhetőleg ez kihatással van a város idegenforgalmára, és ezen vagyunk, tehát én azt gondolom, hogy kellő partner. Ként állunk mi ehhez a kérdéshez a város vonatkozásában. A Bakony Judo Klub 20 indulója 11 első, 6 második és 3 harmadik helyet szerzett. Április 22-én pénteken több helyszínen 5. alkalommal rendezik meg a Mozdulypápa sporteseményt. Kortól és nemtől függetlenül idén már 5 helyszínen várják a mozogni vágyókat, akik a városban felelhető szinte összes sportágat kipróbálhatják. A mozgás mellett több nyereményjátékon is részt lehet venni, a legszerencsésebbek értékes nyereményekkel gazdagodhatnak. A Várkert, a sportcsarnok, a Várkertfürdő, az eszi idősek otthona és új helyszínként az igallakó telep is bekapcsolódik az idei Mozdulypápa szabadidősport rendezvénybe, melyen változatos, élményszerű, hasznos és egészséges programokat kínál a JMSK kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Intézményünk április 22-én pénteken 5. alkalommal szervezi meg a Mozdulypápa szabadidősport rendezvényt. A testmozgásban gazdag, aktív életvitel népszerűsítése, a rendszeres sporttevékenység ösztönzése céljával. Ennek érdekében változatos, többnyire városunkban is elérhető olyan mozgásformákat kínálunk, amelyek rendszeresség esetén rendszeresen űzve az egészséges életvitel kialakítását segítheti. A pénteki programok reggeli tornával indulnak. A pénteki programunkat 4:10-kor a Vörösmarty utcai idősek otthonában fogjuk kezdeni, ahol Borbély Lajosné Éva néni fog reggeli tornát tartani az ott lakóknak. A Várkertbe 10 órától 17 óráig várjuk az érdeklődőket, 9:30-től már lehet regisztrálni a rendezvényre, érdemes is, hiszen a regisztrált résztvevőink között értékes nyereményeket fog majd a Városi Televízió május 2-ai egy hét sport adásában kisorsolni. Minden évben igyekszünk valamivel megújítani a rendezvényt, nagyon sok sportág fog bemutatkozni, találkozhatnak a résztvevők az ökölvívás, a karate, a pingpong vagy a kosárlabda sportága, illetve újként mutatkozik be a lovastorna. Ennek érdekessége lesz, hogy vezető száron, élő lovon is kipróbálhatják a gyerekek majd a lovaglást. A zenepavilon előtti területen pedig különböző mozgásformákkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők, mint például a zumbával vagy a gymstickkel, ami egy egészen újszerű edzésforma lett, illetve zenés bemelegítéssel is várjuk az érdeklődőket. Számos játék is várja a gyerekeket, a népi ügyességi játékoktól, a trambuliron, a mászófalon át. Nagyon sok mindennel készülünk, úgyhogy úgy gondolom az idén is érdemes lesz ellátogatni a Mozdulypápa rendezvényre. A sportcsarnok rendezvényei délelőtt 9:30-kor 50 felettiek kondicionáló tornájával indulnak. Majd body pump, kickbox és gymstick edzéshez lehet csatlakozni. Egy fitness mixet állítottunk össze, mely 17 órakor kezdődik egy body pump edzéssel, ezt követi 18 órakor egy kickbox aerobics show és egy alakformáló torna,
Majd ezt követően 19 órakor pedig egy új mozgásformát mutatnánk be, ez pedig a gymstick edzés lenne. Mind a body pump és mind a gymstick edzés is eszközigényes program, ezért az eszközök korlátozott száma miatt előzetes regisztráció és feliratkozás szükséges. A Várkertfürdőben pedig 10-től 16 óráig az úszósport kedvelőinek úszás lehetőséget biztosítunk, illetve 15 órától pedig vízitorna kezdődik az úszoda kismedencéjében. A Várkertfürdőben rendeződő programokhoz pedig előzetes regisztráció szükséges, ennek a határideje pedig április 20-a lenne. Április 23-án idén először az IGA lakótelep is bekapcsolódik a programsorozatba. Ebben az évben az 5. Mozdulypápa rendezvény apropóján egy 5. új színteret is bekapcsoltunk az események sorába, így április 23-án szombaton a várkerti főhelyszínünktől legtávolabb eső lakótelepen, az IGA lakótelepen, a játszótér melletti területen egy sportos, jó hangulatú közösségi délutánra várjuk majd az érdeklődőket. A rossz idő esetén az 5. Mozdulypápa helyszíne a városi sportcsarnok lesz. Bár hazai vízben az elmúlt időszakban nem láthattuk a pápai és a vízilabda szakosztályának játékosait, a felnőttek és az ifjúságiak is jó pár mérkőzést lejátszottak. Az OB2-es és utánpótlás pontvadászatokban is születtek pápai sikerek, melynek köszönhetően a fiatalok a középmezőnyben tanyáznak. Anyagiak tekintetében viszont sajnos továbbra is milliós a hiány, emiatt az egyesület elnöke feljelentést tett. A felnőttek a Dunántúli Bajnokság nyugati csoportjában Nagykanizsával, Sopronnal, Székesfehérvárral, Szombathelyel és Péccsel 8 fordulón keresztül találkoznak. A PSV-re még 2 játéknap vár, jelenleg a 6. helyen állnak a miénk. Most lesz egy sorsdöntő forduló Szombathelyen, ahol Sopron ellen kellene megtartani ezt a helyet, mert előre lépni sajnos most már nem tudnak, mert Kanizsa lett volna még az a csapat, aki itt beérhetett volna a pápai SE csapata, de sajnos az utolsó fordulóban, ami volt szintén Szombathelyen, ott kikaptak Kanizsától, tehát elúszott ez a lehetőség. Most a következő fordulóban Sopron ellen lépnek többek között pályára, és ha azokat megverik, akkor nem az, a rájátszásban nem az utolsó csoportban fog szerepelni a csapat. Ugye náluk mindig meg kell említeni, hogy nagyon ritkán tudnak teljes kerettel kiállni, most mennyire álltak rendelkezésre a játékosok? Igen, az a baj, hogy sérültünk van, az Osztrovszki Gabinak hátsérülése van most már hónapok óta, ő az egyik center, de hát backbe is lehetne használni a Gábort. Ezen kívül a Görög, aki a másik backünk, ő neki munkai elfoglaltságai voltak, illetve a centerünk, aki a másik görög srác, ő pedig, ő neki vissza kellett menni Görögországba, és talán majd a rájátszásba tud a csapat rendelkezésére állni. Beszéljünk az utánpótlásról is, ők milyen szezont futnak eddig? Az ifi serdülő meglepetésre elég jól muzsikált. Ugye az őszi szezonban a 4 meccsünkből egyet nyertünk, egy meccsen maradt, 2 vereségünk volt, de attól kezdve minden forduló úgy zajlott, hogy egy győzelem, egy vereség, egy győzelem, egy vereség. Tehát a vereségeket mindig az erősebb csapatoktól szenvedtük el, Pécstől, akkor Soprontól, Váctól. Ezek a csapatok, ezek mind ugye magasabb osztályba szereplő felnőtt csapatokkal rendelkeznek, és az ifisták általában már ezekben a csapatokban játszanak. A Sopronnak a csapata az majdnem ugyanebben a felállításban, az OB2-ben játszik, egy-két felnőttel kiegészítve. A bajnokságban 8 csapat szerepel, az 5. helyen állunk. Nem tudtunk előrelépni, az elmúlt fordulóban Ajkán szerepeltünk az új úszodába, amit tahos pénzből újítottak fel, a vízilabdások tahos pénzéből. Eléggé meglepett bennünket, hogy hát a medencén nem változtattak semmit, tehát Ardos medence maradt, 1,80 az egyik oldalon a víz, a másik oldalon 2 méter, 2 méteres beknek leér a lába, simán fogta a mi centerünket.
itt lett volna lehetőség, ha megverjük Ajkát, mind ahogy már ősszel egyszer megvertük, illetve a pápai fordulóba 12-8-ra, ha megverjük Ajkát, akkor följövünk, megelőzzük Füszfő csapatát, és följövünk a negyedik helyre. Sajnos hát eléggé hátszeles mérkőzésen, 7-5-re kikaptunk, 1 perc, 15 másodpercnél még egy gól volt csak a Ajka előnye, és onnan megpróbáltunk egy úgynevezett vabankot játszani, mindegy, hogy kettővel kapunk ki, vagy egyel, döntetlenül megpróbáltuk hozni a mérkőzést, sajnos nem sikerült, 2 góllal kikaptunk, viszont a Sopron, aki tényleg OB2-es csapatként jött el ide, tőlük 7-4-re kaptunk egy nagyon-nagyon szoros meccsen. Érdekes dolog az, hogy a Serdülő ifinél, ugye nálunk kevés az ifista játékos, inkább a Serdülő korosztály van jelen ebben a bajnokságban, mi úgy is neveztünk, hogy Serdülő bajnokságban nevezünk, csak a többi csapat nem tudott kiállítani komplett Serdülő együttest, és így hozzávágták az ifiket ehhez a korosztályhoz. Mi nálunk játszik 3 ifista, a többi Serdülő, illetve hát még 2003-as srácunk is van ebben a csapatban. Most már hétről hétre, fordulóról fordulóra ki tudunk rendesen állni, tehát nincsenek hiányzók, 13 emberrel utazunk el mindenhova. Egyre jobb a védekezésünk, tehát mutatott gólok száma is, hogy 4-et kaptunk, illetve 5-öt, ez elfogadható. Nagyon jó a kapus teljesítményünk most már fordulóról fordulóra, és mondom, kimondottan jól védekezünk. A Füszfőn például Füszfőt 14-2-re vertük meg, úgyhogy az első negyedben még csak 2-1 volt a javunkra, módosítottunk a védekezésünket, és 1 gólt kaptunk a 3 negyedbe. Tehát a csapat fejlődik, és hát az utolsó fordulóban Szekszárdon fogunk játszani Szekszárd ellen. Őket mindahogyan meg kell, hogy verjük, és egy nagyon szerencsés körülmények között még fölléphetünk a negyedik helyre, de az 5. helyet biztosan tartjuk. Többször hirtattunk már arról, hogy a PSE milyen helyzetben van az anyagiak tekintetében, ugye volt elnökváltás, új elnök, szerették volna a volt elnöktől behajtani a papírokat, amivel ugye a TAO-ban lehetett volna pályázni. Ebben a tekintetben vannak-e fejlemények, hogy állnak most, mennyire biztosított az anyagi háttér? Ugye tavaly 2015. januárjában tettem én meg a feljelentést az ügyészség felé, a pápa ügyészség felé, mivel ő volt a felügyeleti szerve a sportegyesületnek. Annyira elhúzódott az az ügy, hogy mire kötelezték a volt elnököt Stemmer Istvánt, hogy átadja a papírokat, nyár közepe lett, sőt, már azt is áthaladtuk, és mire ki lett széle lett válogatva, illetve át lett nézve az összes irat, főleg számlák, addigra megint kicsúsztunk a TAO-s pályázatból. Pontosabban kaptunk még lehetőséget az elszámolásra, de mivel nagyon sok számla hiányzott, és az elnök az 0 forint alatt állt a pénztárat, a házi pénztárat, abban 7 millió 600 forintnak kellett volna lennie. Most a úgynevezett könyvvizsgálói munka az 3 hónapig tartott, decemberre lett kész, és akkor kezdtük el megfogalmazni a feljelentést. Ismeretlen tettes ellen nem tudunk mit tenni, ez a pénz hiányzik, TAO-s támogatást nem kapunk, sőt, ha így folytatódik, ugye vissza kellene fizetni közel 25 millió forintot a 12-13-as, illetve 13-14-es évre igénybe vett TAO-s pénzből, amire természetesen nincs lehetőségünk. Most ezt a pénzt, a 7,6 millió forintot, hogy hol találjuk meg, azt nem tudom. Ez a rendőrség dolga lesz majd. Megtettük a feljelentést, szépen lassan halad az ügy. Egyáltalán akkor most miből tudnak fennmaradni, milyen pénzből? Hát az igazság, hogy például most az egyik szülőtől kaptunk támogatást, abból tudtunk sapka garnitúrát venni. Tagdíjaink az 4000 forint a havi tagdíj, létszámunk az körülbelül olyan 30 fő körül mozog, ugye van
kis ingadozás, hol följebb, hol lejjebb pár fővel, és ebből a 100-120 ezer forint havi tagdíjból élünk, és fedezzük az utazási költségeket. Tehát például, mint egy más egyesületnél, most néztük épp a zajkaiakat, szerelés, fürdőköpeny, fürdőnadrág, egységes, ez nálunk ez most szóba se jöhet. Látnak arra bármi esélyt, hogy a pénzből valamennyi visszakerüljön? Én nem tartom valószínűnek. Én azt szeretném, hogy az kiderüljön, hogy ez a pénz hova került, hogy mi lett a sorsa, mert ezért a pénzért azt lehet mondani, hogy ezt én dolgoztam meg, én könyörögtem ki azoktól a vállalkozóktól, illetve a cégektől, akik bíztak bennünk, és odaadták a tavos pénzünket, és most én érzem magam kellemetlen helyzetbe, hogy ilyen lehetetlen helyzetbe került maga a szakosztály. Mit mond a volt elnök, sikerült-e egyáltalán beszélni vele? Természetesen nem sikerült vele beszélni, nem veszi velünk fel a kapcsolatot azóta se. Mikor utoljára átadta az iratokat ömlesztve, az volt az utolsó kapcsolatfelvétel vele. Én úgy tudom, hogy nem is él itt Pápán. Gondolkoznak esetleg új egyesület létrehozásában? Ha az NSI, illetve a sportállamtitkárság szanálást kér ellenünk, illetve felszámolást, akkor nincs más lehetőség, és úgy néz ki, hogy akkor meg fog szűnni Pápa legrégebbi sportegyesülete, a Pápai SE. Az üggyel kapcsolatban természetesen szerettük volna Stemmer Istvánt is megszólaltatni, ám nekünk sem sikerült elérnünk. Balatonfüred ellen folytatta a serdülő kézilabda bajnokság rájátszását a Bakonyerdő Pápa. A hazaiak egy idegenbeli siker után szerették volna folytatni megkezdett szériájukat. Sajnos ezúttal sem volt teljes a keret, a vendégek így 29-26-os győzelmet arattak. A folytatásban a miénk számára nyerhető találkozók következnek. Mindössze egy átlövő állt Kapcsándi Zsolt rendelkezésére a Balatonfüred elleni bajnokin. A hiányzók dacára, amíg bírták erővel, partiban voltak ellenfelükkel a pápaiak. Végül azonban fejet kellett hajtaniuk a balatonpartiak előtt. Én a nálunk előrébb helyezkedő és játéktudásban sebívesen fölénk növő Füred elvitt itthonról két pontot. Most nem mutatom azt, hogy nem küzdöttünk meg, nem mentek a dolgaink. A nagy problémánk az, hogy nincsenek átlövőink. Tehát a négy átlövőm, aki létezik, az egyik nem is tudom, hogy minek mondjam, tehát elfoglaltságok miatt nem tud itt lenni, a másik éppen ugyanígy magánjellegű, külön órák miatt nem tud itt részt venni, a harmadiknak kiugrott a válla, és ezzel szenved azóta is. Igazából egy lövővel álltam fel, aki 2001-es, tehát még 3 éve van ebbe a bajnokságba. Próbáltunk cselezgetni, ez szépen bejött. Ebben a szempontban azt kell, hogy mondjam, hogy fölé tudtunk nőni a Fürednek, még hogyha ezt a sajnos a végeredmény nem is mutatja, mert a végére sajnos az oxigénhiány olyan szintű fegyelmezetlenségeket hozott ki, amit nemhogy ők nem engedhetnek itt meg, itt ezt egyáltalán senki nem engedheti meg. Én úgy gondolom, hogy minden jó érzésű sportklubban, így ez nálunk sem egy elfogadott viselkedés. Azt be kell látnunk, hogy ha nem 100%-os a keretünk, akkor ennél több bennünk nincsen. Tehát sajnos ez a realitás, hogy ezzel a Füreddel egy kiki meccset játszunk. Nem volt szerencsénk, mert ott nem ez a Füred 2 volt, ugye itt mindig pörgetik a játékosokat jobbra-balra. Ott belenéztünk egy nagyon erős Füredbe, akik simán megvertek minket. Itt lett volna esélyünk, ha teljes kerettel vagyunk. Azt mondom, hogy a 3 hiányzóból csak egy van, az is sokat segített volna. Emellett úgy érzem, hogy játékban nem múlt rajtunk semmi, inkább a játékot kísérő magatartás problémák voltak azok, amikbe belekerült. Ha vége biztosan, de előtte is volt vele problémánk. Tehát akkor a cél most már az, hogy az Ajkát megelőzve azért ne az utolsó helyen végezzetek. Természetes most kis túlzással nekünk, akiknek nem kötelező serülő csapatot indítani, amellett, hogy építjük ezt, és szépen, ahogy azt is el kell mondani, amikor olyan büszkék voltunk arra, hogy itt ezt az alsóházat simán meg tudtuk nyerni, most nem ezek az idők vannak, nagyon sok új játékosunk van, tehát hiába úgymond öreg a keretem, tehát ugye
10 játékoson kiöregszik a szezon végén, de ez ne tévesszen meg senkit, ez nem azt jelenti, hogy ezek a gyerekek 5 éves koruk óta együtt kézilabdáznak, aztán most itt a csúcson kellene lenni. Vannak, akik minden alkalommal elmondom, most kezdték, és még nem is labdabiztosak feltétlenül, de dolgozunk. Az már valami, hogy van hajlam a sportolásra a városban, az már valami, hogy ezek a gyerekek szép számmal járnak hozzánk. Ez egyelőre erre elég. Nyilván a célunk, hogy a felnőtt korukra tudjunk számunkra hasznos és értékes pápai játékosokból minél többet felmutatni, és ezáltal egy jóval erősebb hazai csapatot csinálni a lelkes nézőinknek, meg hát saját magunknak. Ez most itt tart, ez a serdülőbajnokság, ez nem ez a széria, és most nem is nagyon a mi időink jönnek. Nyilván az Ajka előtt szeretnénk lenni továbbra is, ez úgy gondolom, hogy egy reális és tartható cél. Nem gondolom, hogy végigmennénk úgy a rájátszásba, hogy több győzelmünk nem lesz, tehát előbb vagy utóbb elcsípünk valakit, a könnyebb meccseink lesznek itthon a második körben, ez bizakodásra ad okot, de természetesen nincs teher a játékosokon, tehát a 14 éves játékosok még ne érezzék azt, hogy teher a dolog, viszont az alapvető magatartási formákat be kell tartaniuk, anélkül nem lesznek képesek soha sem magában az életben, sem egyáltalán itt a sportegyesületen belül meghatározó játékossá válni. A Bakonyerdő pápa április 20-án 16 óra 30-tól Várpalotát látja vendégül. Mind a 8 városi óvoda részt vett a Vörösiskola tornatermében rendezett Ovis Bozsik tornán. A mérkőzések célja az volt, hogy edzői iránymutatás mellett már a lehető legkisebb korban megismerkedjenek a picik a labdarúgással, és idővel a percnél folytassák pályafutásukat. A mostani alkalmat, melyen mindenki jól szórakozott, tavasszal még 3 követ. Idén először már az ovisoknak is rendeztek Bozsik tornát. Az elsőn 8 óvoda 2-4-es csoportban körmérkőzéseket játszott egymással. Eredményszámítás nem volt, a szervező célja az, hogy megszeressék a sportágat a picik, és mindenki sikerélményhez jusson. Az idei évtől a pápai óvodák közül is 8 csatlakozott az intézményi Bozsik programhoz. Perces edzők tartják nekik az edzéseket. Több mint 100 gyerekünk van, aki ebben a programban részt vesz. Hát nekik van most az első Grassroots Fesztiválnak nevezett forduló itt a Vörösiskola tornatermében. Mind a 8 óvoda képviselteti magát. 2-4-es csoportba raktam őket, és nekik van körmérkőzés jelleggel foci torna, ami annyiban igaz, hogy az eredmény nem számít, hogy ki hányadik lesz. Mindenki sov is kap egy emléklapot róla. Itt náluk az a lényeg, hogy szeressék meg a focit, élvezzék, és minél többet játszanak. Most a felénél tartunk, 4 óvodán vagyunk túl. Gyerekek élveztek nagyon a játékot, gólok születtek, ami náluk lényeg az, hogy gólt rúgtam. Nem számított, hogy ki győzött, nem számított, hogy ki vesztett. Itt most az volt a lényeg, hogy a gyerekek szeressék és élvezzék a játékot. Mivel nincs eredményszámítás, itt az a díj, hogy a gyerek bejöhetett a nagy tornaterembe, élvezhette a játékot, illetve mondom, egy kis emlék oklevelet kapott minden résztvevő. Nyilván itt a játék öröme, illetve a mozgás a cél, de láttál kimondottan ügyes gyerekeket? Igen, volt köztük, akit már kifigyeltem, hogy biztos, hogy nem csak az oviba, hanem talán már perces edzésekre is lejár. Lesz folytatás is? Természetesen folytatás van, itt is 4 az előírt. Éppen most beszéltük meg az edzőkkel, hogy április 30-án szombaton ugyanitt találkozunk itt a tornateremben, illetve még 2 fordulót majd a valamelyik pályánként, vagy a Spartakuszon, vagy a stadionban fogunk lebonyolítani. Megyei rangadón a 3 pont itthon tartását tűzte ki célul a Pelc U15-ös együttese, melyen Horváth Imre tanítványai közvetlen riválisukat, Ajkát látták vendégül. Az őszi odavágón 5-4-es pápai győzelem született, így a tavaszi visszavágón is szoros találkozóra volt kilátás. Ez végül így is alakult, a hazai győzelmet bebiztosító találat nem sokkal elefújás előtt esett. Jól indult az Ajka elleni meccs, hiszen Janás Márk már a 4. percben mattolta Krebs kapust. Bár mindkét kapu előtt adottak gólhelyzetek, az eredmény egészen a hajráig nem változott. Végül a 79. percben ezzel a szép távoli szántólövéssel eldőlt a meccs. Az őszi fordulóban sikerült 5-4-re győznünk.
ott is jól indult a mérkőzés, mert vezetést szereztünk, viszont 2 perc alatt 2 gólt kaptunk, gyakorlatilag középkezdésből egyet, aztán a következőből megint egyet, de a végére sikerült a 3 pontot behúzni. Itt ugye készültünk arra, hogy itt van 2 gyors emberük, csak az egyik tudott ma részt venni a mérkőzésen, fizikailag nagyon erős játékos volt, külön készültünk rá, megpróbáltuk nem egyedül hagyni, még véletlenül se, de volt olyan szituáció, hogy még 4-en sem tudtuk igazából fizikailag lebirkózni, de gyakorlatilag ma nem tudott gólt szerezni. Úgy gondolom egyébként a mérkőzés összkép alapján mindenképpen megérdemeltük a 3 pontot, illetve a győzelmet. Még mindig, főleg a labdakihozatalainkban van, vagy vélek némi kapkodást, pedig gyakorlatilag itt az edzések, illetve a felkészülések szinte kivétel nélkül arról szólnak, hogy ezt a taktikai elemet próbáljuk a lehető legtöbbet gyakorolni, és mégis úgy érzem, hogy mérkőzésen valahol mi oknál fogva talán egy kicsit paráznak, vagy félnek ettől a dologtól, hogy elrontják. Na most önbizalom nélkül ez nagyon nehéz, és talán azért is van a sok hiba, mert eleve úgy állnak hozzá, hogy ha nem sikerül, akkor mi lesz? Nem lesz semmi. Tehát inkább az a probléma, hogy olyan megoldásokat választanak, ami igazából játékidegen, mert próbálják direkt belőle udalni a labdát, amit én igazából nem szerettem soha, meg nem is szeretem, és nem is erre próbálom nevelni, meg tanítani őket. De ennek eredményeként gyakorlatilag 2 távoli lövéssel ma megszereztük a győzelmet. Tehát a második gól úgy gondolom egyébként, hogy minden dicséretet megérdemel, mert hát talán 35 méter is volt, és a Szántó Marci észrevette, hogy kinnál a kapus, és még meg is tudta csinálni. Tehát ezért külön gratulálok a Marcinak. Remélem, hogy a következőkben, ez a győzelem akkor ér majd valamit igazából, hogyha sikerül a következő idegenbeli mérkőzést is behúznunk. Olyan csapathoz megyünk, aki mögöttünk áll. Ők is mögöttünk voltak 3 ponttal, így most 6 pontra elmentünk tőlük, és hát talán a 9. hely az, illetve talán azt nem mondom, hogy följebb tudunk lépni, de előfordulhat, hogy még az is belefér a szezon végére, ha sikerül azokat a mérkőzéseket behúzni, ami hát az előttünk lévők vagy a mögöttünk lévőkkel játszunk. Így esetleg egy sikeresebb tavasz elé nézhetünk, mint amilyen az ősz vége volt. Horváth Imre az eddig lejátszott mérkőzésekkel kapcsolatban elégedett volt. Mint mondta, a tavasz sikeresebbnek ígérkezik az ősznél. Ugye volt egy mérkőzésünk, amit már előbb lejátszottunk még a tavaszi szünetben, ugye haladás volt, ott kikaptunk 1-0 itthon. Lehet, hogy az volt az a mérkőzés, amin kint voltatok, most nem emlékszem. Utána igazából egy mérkőzésünk volt bent a stadionba. Itt játszottunk az Üstökössel, ha minden igaz, akkor talán 1-1 lett, vagy 0-0, nem is tudom, így hirtelen fejből. Az is egy nagyon küzdelmes mérkőzés volt. Úgy gondolom, hogy nem játszottunk ott sem rosszul, de ott meg aztán a helyzetkihasználásunk az gyakorlatilag az katasztrofális volt. Az utolsó percben még eldönthettük volna a mérkőzés, rúgott a Böröc Peti egy kapufát, de nem igazán voltunk ott előre játékban pontosak és jók. Ráadásul ott egy olyan helyzetből kaptunk gólt, ami labdát vesztettünk az ellenfél 16-osánál, aztán ott leindultak bennünk szintén egy ilyen nagy darab srác. Aztán végül is büntető lett, azt a büntetőből egyenlítettek, de úgy érzem, hogy egyébként az talán ott jobban megérdemeltük volna mondjuk a 3 pontot, mert a mérkőzés vége egyértelműen miénk volt. Aztán nem tudom, hogy előtte ugye volt, mert Sárváron voltunk, ott nyertünk, ott igazából az első fél időben széles szemben játszottunk, az egy nehéz mérkőzés volt, pont ezért az időjárási körülmények között, de aztán a második fél időben gyakorlatilag 4-1-re lehúztuk az egész mérkőzést, a második fél időben mi uraltuk egyértelműen a játékot. Úgyhogy úgy érzem, hogy a tavasz egyébként sikeresebb, mint az ősz volt. A bajnokság Mosonmagyaróváron folytatódik.